Sziasztok! Üdv nektek a Fitcoinból! Pintér Andi vagyok, Anita Dia, őket már jól ismerhetitek. Most már lassan mi hárman csináljuk itt a TV-tornát, összeszokott kis csapat vagyunk. Túl vagyunk egy, hogy is mondjam, ilyen harcművészetes bemelegítésen. Aztán egy jó kis saját testsúlyos popsi és törzsblokkon. És most Combra és Popsira fogunk dolgozni, 2x10 percben. Tehát most csak az egyik oldalunkat csináljuk, aztán a másikat, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. 2 súlyzó kell hozzá, hogyha combos vagy, akkor 5 kilósat fogjál, ha nem, akkor kisebbet, mi 3 kilóval dolgozunk. Ha kezdő, akkor meg ásványvizes flakon vagy 1 kilós súlyzó, jó? Na! De szeretem ezt a szalmat. Tarthatod itt is a súlyzót, tarthatod itt is a súlyzót, ahol jól esik, jó? Én most válnál fogom tartani. És guggolunk. Le, hát mi más csinálhatnánk? Azaz. Na még 8-at. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Válladra teszed a súlyzót, vagy a flakont, megfogod, picit behajlít a térd, enyhén pucsítasz, jó, ezt én itt szoktam mondani a lányoknak, kitold a popsit, és törzsdöntés lesz, fogd össze a súlyzót, és törzsdöntés 2 ütemre, és mehet, le, föl, le, föl, le, tartsd meg a súlyzót, le, ugye ez ilyen 5 kilónál már érdekes. Nekünk ez most olyan, mint a hájjal kenegetnének. Nem akartunk beégni előttetek. Azért fogtunk 3 kilós súlyzót. Azaz. Figyelj a tartásra, jó? Nagyon fontos. Na, még 8-at. 8. Legyen csak 4. 3. 8 után a 3 jön. 2. Még egy. Jó, megfogod a súlyzót. Csak bal láb, kitörés hátra. 4, 3, 2, és gyere. Kitörsz. Az, ezt csináltad súly nélkül is. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, marad behajlítva, leteszed a súlyzót, megtámaszkodsz, megemeled behajlítva a lábat, és behajlítva fogod hátra tolni. Mehet? Tol. Amilyen könnyűnek látszik, annyira nem az. Tol. Nagyon fontos, hogy be legyen hajlítva. Jó, ha a popsit akarod dolgoztatni, mindenképpen hajlíts be a lábad. Váltott lábbal fogunk ennél a gyakorlatnál dolgozni. És lábcsere van. Tol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cseréld meg, csere, azaz, nagyon jó, ha, azaz. Azaz. Úgy. Na még. 4, 3, csere van. Tol. Figyelj a tartásodra itt is. Jó, a hátad egyenes. Nem lógatod a fejed. Jó. Figyelj ezt a fejtartásra, törzsedre.
Anita, itt a számod. Tolod. Tolod, még nem. Mondtam. És csere van. Kicsit többet csináltunk. Elgondolkodtunk. Jó volt. Nem a peres súlyokat emelgetni, igen. Burpizni is jó volt rá, igen. 4, 3, utolsó csere. Azaz. Ebből csak azért csinálunk ilyen keveset, mert majd a következő 10 perces blogba is bent lesz. Nézzük Amerikát! Na, bajtam! Ha-ha. 4, 3, 2, jó! Letérdez! Megteszed a súlyzót! Lehet női fekvő, lehet rendes fekvő, és a súlyzónak a fején támaszkodsz. Súlyzó fején támaszkodom. Fekvő lesz. Egy fekvő, egy popsitolás, tudjátok. Ezt lehet otthon gyakorolni, szeretni fogja a család. És fekvővel kezdünk. Fekvő, föl. Fekvő, föl. Fekvő, föl. Fekvő, föl. Négyet. Föl. Hármat. Föl. Kettő. Még egy jön. És letérdez. És amelyikkel dolgoztunk az elején, abban a tért hajlatban súlyzó. Jó. Nagyon jó. Lejöhetsz alkartámaszba, lejöhetsz tenyértámaszba, és emeljük. Föl. 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 Föl, 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 föl. Ebből 32-t minimum csinálj, jó? Föl, föl, nem akartunk nehéz edzést összerakni nektek. Jó, ha ezeket súly nélkül csinálod, akkor ez egy nagyon kellemes kis átmozgató edzés. Azt gondolom. Azaz. Na még! Na azért ez így már kellemes kezd lenni, nem csajok? Így 3 kilóval is. És most feljövünk, és oldalra emelünk. Jó. Ez már nem olyan jó, de hajrá! Nagyon jó. Föl. 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 Még egy kicsit. Föl. 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 Na még 8-at. Föl. Nem olyan jó. Még egy picit. Nem baj. Anita számol, tessék. Jó. Kivesszük. Nagyon jó. És egy picit nyújtsd meg, jó? Csücsül ki oldalra, nyújtsd meg egy picit, jól fog esni. Akár mind a két oldalra kicsücsülhet, jöhet a másik is. Azaz. Kicsücsülhet mind a két oldalra, garantáltan jól fog esni. Egy ilyen kis popsiklok után. Mondom, ha erősebb vagy, vagy nehezebb tornához vagy szokva, csinálhatod nagyobb súllyal, de ha lazábra vágysz, akkor ennél több nem kell. Várunk vissza benneteket a következő blokkra. Másik oldalra is meg fogjuk mindezt csinálni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!